Na, az intercooler kiszerelése egy kis képes segít hozzá. Kicsit lelassítottam a képet, mert akkor nem kell gyorsan beszélnem. Van 8 darab műanyag patentunk. Azt vegyük ki, és kiveszük ezt a műanyag kis borítást, ami itt van. És van 2 darab csavarunk, 2 darab 8-as csavar, 6 lefej csavar a borítás alatt. Azt vegyük ki, még most, amikor levettük a tetejében, nem fogjuk elfelejteni. Alányulunk, igen, ott van a 2 darab csavarnak, körülbelül abba a helyzetbe, úgy, ahogy mutattam, tehát ott. Aztán leveszik a 2 aba bilincset, meglazítjuk, óvatosan letekerjük, és óvatosan megfogjuk, és lehúzzuk a csőről. Ez minden gond nélkül le fog jönni róla, nem jön le nehezen, tehát nem kell megijedni tőle. Aztán van egy folytószelepünk. Következő, levesszük a 3 darab csatlakozót. Ezek különbözőek, úgyhogy nem tudjuk összekeverni, de készíthetünk felvételt is előtte, mielőtt szétszedünk mindent, én is így tettem. Ezt a csavart leszedjük, ez az egyik. Azt nem kell. És akkor van még egy csavarunk. Nagyon rossz helyen, ezt be kell szerezni valami speciális kulcsot, valami gardán kulcsot, gardán kulcsokat, hogy odaférjen. Van az a csavar, ott van a feje, nagyon rossz helyen van. És van még egy csavar. Az nem annyira vészes, és őt is ki kell tekerni. És ezek, amikor kijöttek, már érezni fogjuk, hogy lötyög konzolostól a folytószelepünk. És ott van másik a babén, és leszedjük azt is. Én leszedtem mind a kettőt, mert én kitisztítottam a műanyagházat is, amennyire be tudtam nyúlni. Aztán jöhet a másik műanyag cső, amiben van az olajcsapda, ami rákapcsolódik a turbóra. Nem bonyolult leszedni, kiszedjük ezt a csavart teljesen. A másik csavart, ami a másik felén van, azt nem kell kiszedni, az egy ilyen ráhajtott kis fülecske van, azt óvatosan felfelé le fogjuk tolni, és ki fog jönni az a cső. És amikor kint van mind a két cső, akkor a hűtőnek a rögzítése, ez torz kulcsok van, az egyiket, ezt a részt kivesztük teljesen onnan a csavart, a másik részből csak meglazítjuk. Hogy tudjon mozogni a hűtő, amikor kiveszik az intercoolert. A két csavarról ne feledkezzünk el, ami az intercoolert rögzíti. És amikor azt leszedtük, megdöntjük, és fölfelé, ahogy mutatom, fölfelé kivesztük nagyon óvatosan. Ez minden gond nélkül ki kell, hogy jöjjön. Pont úgy van kitalálva ott a hűtőcsövek, meg a klímának a csöve, hogy ez pont kijöjjön, hogyha ki van szedve a rögzítő. Ott, amit mutatok, ott az egyik kollégának szerintem ott teresztett a cső, és lefolyt az olaj, vagy meg van repedve, egy nagyon kis repedés lehet rajta, és ráfolyt az olaj, és akkor a szutyok meg a por belette, és ezért valószínűleg nem működik rendesen, azért néz ki úgy. Aztán én még leszedtem ezt a csövet is, ezt csak össze kell nyomni, az lejön óvatosan, itt van megint egy avabilincs, azt leszedjük óvatosan, és kitisztítjuk ezt a csövet. Ez nem bonyolult leszedni. Aztán van a másik levegőcsövünk, majd mindjárt mutatom. Ez a cső, ez szerintem nagyon sok embernél lötyög, mert nem helyesen van visszarakva. Még a szerelők se tudják normálisan visszarakni, ez csatlakozik a szűrőházhoz. Ha a szűrőház helyesen van felrakva, akkor viszont nem mozoghat. Ha viszont mozog, akkor nincs helyesen felrak. Próbáljuk meg normálisabban fölrakni, megnézzük, hogy van. Visszafelé ugyanígy rakjuk, nem ördöngösség, másodszorra nekem se volt.